Szia, Korcsmár Zsolt vagyok, a Brann játékosa, nézte is az NSO TV-t. Gondolom, hogy a második fél időben még jobban támadtunk, mert az első fél időben a helyzetek ugye kimaradtak, szerencsére a végén egy büntetővel ezt tudtunk vezetést szerezni, ezáltal nagyobb önbizalommal jöttünk ki a második fél időben, és be akartuk biztosítani a győzelmet. Mi történt az öltözőben fél időben? Azt láttuk végig, bár hát hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy Marco Rossi elég ideges egy-egy mérkőzés alatt, de amennyire láttam, az első fél időben is meglehetősen felhúzta magát. Gondolom, hogy az öltözőben azért volt néhány szava hozzátok. Hát igen, elég indulatos a mester szerencsére, ezáltal tüzel minket, és az öltözőben elmondta, amiket kér, annyira nem volt ideges, ez csak a pálya mellett így látvány. Ő elmondta, hogy egy nagyon kemény mérkőzést vár ma a pápa ellen, döntően birkózásról szólt, inkább ez a mérkőzés nem annyira a labdarúgásról. Hát igen, most azt kérte tőlünk a mester, hogy bármi áron, de nyerünk, most lehet a szép játék vagy csúnya játék, nekünk most a győzelem volt a fontos, hogy a dobogós remények még életben maradjanak. A szép játék és a csúnya játék az nyilván teljesen lényegtelen, hogyha az a cél, hogy nyerjen egy csapat, de azért mégis ilyenkor, amikor ilyen birkózás zajlik a pályán, akkor ti ezt hogy élitek meg? Hát minden labdát úgy vagyunk vele, hogy minden labdát nekünk kell megszerezni, az utolsó labda is a miénk, és ezáltal minden harcba belemegyünk ahhozért, hogy nálunk legyen a labda, és abból támadást tudjunk kezdeményezni. Te is voltál jó néhányszor olyan helyzetben, amikor a testtesteleni harc dominált ezen a mérkőzésen? Hát igen, én nekem nem túl nagy a termetem, viszont megpróbálok minden olyan párharcba belemenni, amiből győztesen jöhetek ki. Körülbelül ilyen mérkőzésre számított Marco Rossi, mondta, hogy birkózás lesz inkább, mint labdarúgás, hát ez teljesen jól bejött. Más o menos tú esperabas este tipo de partido, decías que será un partido de mucha pelea. ¿Y era verdad? Sí, 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 pero yo pienso que hemos mandado el juego desde el principio hasta el final. Ellos tuvieron muy pocas oportunidades, creo dos a lo mejor. Nosotros tuvimos muchos, a pesar de algunos fallos, pero pienso que el equipo jugó un partido de mucha gana y concentración. Tehát igen, tehát ez a dolog, ez bebizonyosodott, hogy ez egy verekedős mérkőzés lesz, de hát az elejétől a végéig mi irányítottuk a mérkőzést, egy-két apróbb hibán kívül mi uraltuk a dolgokat, tehát én azt gondolom, hogy megérdemelt teljes mértékben a győzelem, nekik nem volt túl sok helyzetük. Volt-e valami, amit esetleg a mérkőzés előtt, ahogy elképzelt, másképp kellett volna csinálni a csapatnak, vagy minden a szerint ment, amilyen utasításokat adott? Todo salió como todo lo han hecho los jugadores, lo que tú has dicho, más o menos lo has visto en el campo, lo que pedías, o salió de otra forma. Ahora, el nuestro es un equipo de verdad. Todos juegan ayudándose y todos luchan juntos. Todos tratan de hacer lo que siempre buscamos durante los entrenos. Y esto nos puede sacar adelante muy bien. Nagyon fontos, hogy a játékosok próbálják megvalósítani azt, amit ő kér, amit gyakorolnak a héten az edzésen. Vannak ugye egyéni hibák, de ezt ki tudják javítani azzal a srácok, hogy egymásért küzdenek és csapatként működnek, hiszen ez a futball alapja. Azt gondolom, a legnagyobb lehetőséget a harmadik percben hagytuk ki. Ez egy óriási zicser volt, úgy gondolom, hogy másképp alakult volna az egész mérkőzés. A 11-esre nem tudok véleményt mondani, mert még nem láttam. Többen azt mondták, hogy véleményes volt, de hát az a 11-es, amit megad a bíró. Az egész mérkőzésen nem játszottunk jó felfogásba. Bátortalan volt a támadó játékunk, pedig azt kértem, hogy mindenféleképpen nincsen vesztenivalónk, tehát mindenféleképpen sokkal bátrabban támadjunk. Jelen pillanatban ilyen paszban vagyunk, sportemberhez méltóan fogunk készülni a továbbiakban is, és készülünk az Eger elleni mérkőzésre. Ez az ellenfél iránti tiszteletből adódhat, és ezt azért kérdezem, mert beszéltünk a meccs előtt is arról, hogy bizony jó néhány olyan csapatot megfogott a pápa, amelyik a tabella elején van. Tehát eddig azért nem volt jellemző az, hogy a másik csapatnak az olyan mértékű tisztelete meglátszon a pályán, hogy bátortalanul játszana. Inkább hazai pályán voltunk eredményesek, inkább hazai környezetben tudtunk olyan csapatokat megverni. Idegenben el kell ismerni, hogy nem vitézkedünk. Én most azt látom, hogy elkeseredett vagy ezután a mérkőzés után, rosszul látom? Nem vagyok elkeseredett. Én tudom, hogy milyen munkát végeztünk el, és sajnos nem jön vissza az a munka, amit a felkészülés során elvégeztünk. Ez benne van a sportban. Újjávarázsolt környezetben. Más állapotban.
jókedvel és szakértelemmel. A bajnoki fordulók után várjuk Önöket. Harmadik félidő. A Sport TV futballshowja március 3-ától élőben a Sport 2-n.